Manipulált videóval próbálta lejáratni a 24.hu Révész Máriuszt. A portál videó bloggere még pénteken készített interjút a fideszes képviselővel a parlamentben. Majd később úgy közölte a felvételt, hogy kivágott belőle részeket, és úgy tette közzé az anyagot, mintha a képviselő a Fidesz intézkedését bírálta volna. Jó napot kívánok! Jó már a lift? Na, nem, lehet, hogy még a lift se jó. Nem, most már jó. Jobb, mint a metró. Majd a videóban történik itt egy vágás, amit még azok is észrevehetnek, akik nem szakértő szemmel figyelik. Majd Révész Máriusz úgy folytatja. Még egyszer mondom, a pártok finanszírozásának világos átlátható szabályai vannak. Még egyszer mondom, ezt mondja, pedig a néző egy kérdést sem hallott, nem még kettőt, amire a választ ismételnie kellett volna a fideszes politikusnak. A 24.hu újságírója azonban itt az interjú egy részét kivágta a filmből. Még egyszer mondom, pártok finanszírozásának világos egyértelmű feltételei van. Nem értem, hogy ez hogy lehet így? Hát úgy lehet, hogy ezt nyilvánvalóan ez most nem a törvények szerint történik. A 24.hu munkatársai még pénteken a parlament folyosóján támadták le a Fidesz országgyűlési képviselőjét, majd úgy ragadták ki az interjúból Révész Máriusz utolsó mondatát, mintha a politikus a Fidesz intézkedését bírálta volna. A kormánypárti képviselő másnap levélben kereste meg azokat a portálokat, akik leközölték a 24.hu cikkét. Ebben így fogalmazott, idézem. Én az egész meglehetősen kaotikus interjúban a tiltott, burkolt pártfinanszírozásról beszéltem, és ez a mondatom is erre vonatkozott. A videót visszanézve kétségkívül könnyen félre lehet érteni ezt a mondatot. Írásban is jelezni szeretném, hogy azt kívántam megfogalmazni, hogy a Jobbik plakátkampánya az nyilvánvalóan nem a törvények szellemében történik. Az interjú kivágott részében ezt emlékeim szerint egyébként ki is fejtettem. Meglepő ez? A Fidesz frakció vezető helyettesen nem döbbent meg a történteken. Németh Szilárd szerint a balliberális újságírók végig fogják hazudni a kampányt. A fideszes politikus úgy látja, a következő szűk egy évben az ellenzékre a cinizmus és a gyűlölet lesz jellemző. Én saját magam tapasztalom, hogy elmondok valamit, és egész mást hoznak le, összevagdalják, kihagynak belőle a részeket, és akkor utána erről indul el a vita, tehát nem arról, amit az ember mondott. És itt ebben a helyzetben is erről van szó. A kormánypárti képviselő által írt helyreigazítást az Index azonnal közölte, míg a 24.hu csak egy fél mondatban foglalta össze, hogy Révész Máriusz szavai a Jobbikra vonatkoztak, nem pedig a kormánypárt intézkedéseire, ahogyan ők azt sugallni akarták.